Sziasztok! Egy újabb kötött mintát szeretnék megmutatni. Ez maga a minta, és a visszája is nagyon szép, amint látjátok. És négy sorból áll az egész mindössze, úgyhogy mutatom is, hogy hogy készül. A könnyebbség kedvéért páratlan szemszámot szedek fel, így az eleje és a vége ugyanúgy sima, vagy ugyanúgy fordított lesz ahhoz, attól függően, hogy éppen melyik sorral dolgozunk. És mondjuk legyen ez a páratlan, a 9. Az első sor nagyon egyszerű. Ugye az elsőt azt leemelem, és az összes többi szem az sima lesz. Az utolsó szem az fordított. De ez igazából mindenkire rá van bízva. Van, aki az utolsó szemet nem köti, és az elsőt leköti. Én úgy szoktam, hogy az utolsó szemet lekötöm, és az első szemet nem kötöm, ha csak a minta nem úgy írja. Nos, tehát megvan az első sorunk, a második sor az ugyanígy sima végig. Az utolsó, ugye, nekem itt is fordított. Már is a harmadik sor jön, hát eddig még semmi izgalmas nem történt. Az elsőt ugye leemeljük. A második szem, a szélszem utáni első szem, az sima. A következő szembe itt előre vesszük a szálat, következő szembe egy oldalról beszúrunk, és átemeljük a tűre, aztán hátra visszük a szálat, és kötünk egy simát. Szál elől, oldalról beszúrunk, és átemeljük, a következő sima. Szál elől, átemeljük, és sima. Ugye ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, ugye az első szemet leemeljük. A második szem, az fordított lesz. A korábban leemelt szemet ugyanúgy leemeljük, most viszont a szál hátul marad. Aztán fordított, leemeljük a szál hátul, fordított, leemeljük a szál hátul, fordított, és az utolsó szem is fordított. És ezt a négy sort kell ismételni, és ugye itt a színén ezek azok a kis muklik, amik itt kialakítják a tulajdonképpeni mintát. Úgyhogy megmutatom, hogy a sokadik sor után egy ilyen mintát kaptok. Én ezt használom most színének, de igazából szerintem a visszája is nagyon szép és dekoratív mintázatot ad. Próbáljátok ki, nagyon egyszerű.